Kabaréklub nagyvázsonyi bemutatója. Szerkesztő Sinkó Péter. Második rész. Összeállította és konferál Litkai Gergely. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen Nagyvázsonyból, a Dumavölgyből. Hát nem tudom, most ért véget a Alekosz feleséget keres című vetélkedő. Igazándiból egy ilyen prostirosta volt ez, nem? Tehát így... És ilyen... Én azt értettem az egészben, hogy ilyen prostitának miért kell feladatot adni, amikor adsz egy 5000-est és azt csinál, amit akarsz. Tehát... Ez olyan, mintha kihívnék egy vízvezetékszerelőt, és lenne előtt egy egyhetes casting, hogy megértjük-e egymást, meg... Lenne ilyen fürdőruhás forduló, hogy amikor legugol és kibillan a köműves dekoltás, akkor ne legyek így meglepve, tehát... Úgyhogy nyár jól telt, három történetet szeretnénk megosztani. Hát a kulturálódás jegyében voltunk a Feszti körképnél. Nem tudom, ki ismeri a Feszti körképet. Egy ilyen 19. századi 3D-s mozi. Itt körbenézés, amerre nézel, ott kép van. Olyan planetárium, ahol hát nem sok az esemény gyakorlatilag. És hát a családdal voltunk, feleségem, anyósom, anyám, faterom és a gyerek. Mindig így együtt megyünk, hogy ne kelljen utána elmondani telefonon egy ilyen 4-5 órában, hogy hol jártunk. Nagyon sok időt spórolunk meg ezzel. Bementünk, és van egy biztonsági őr. Így áll középen, van egy ilyen kis emelvény, gyönyörű szép egyébként ez az egész ópuszta-szerű kis létesítmény, és áll egy ilyen dobogón egy őr, és mondta nekünk, hogy nézelődünk, hogy kövessük a fényt. Hát így pestiek vagyunk, nekünk bármit mondhatnak. És elindult egy ilyen fénycsóva, és egy ilyen hang mondta, ugye nem tudom, ki látta a Feszti körképet, az a lényege, hogy végig így szivatjuk a szlovákokat minden helyszínen. Tehát így jövünk be, ott állnak a szlovákok, megerőszakoljuk a nőket, égnek a csűrök, minden a... meg megy a havaj a túloldalon. És nagyon sok turista van, szlovák kevés, ugye hát annyira nem örülnek a dolognak. És megyünk a fény után, és a fény nagyon gyors volt. Azt láttuk, és így megy körbe a fény, és így rohantunk, mint az állatok, mint a három királyok a betlehemi csillag után, és így rohanunk körbe, és volt egy ilyen nagyon hosszú körút, ami a Feszti körkép alatt vezetett, így szaladunk a fény után, utánunk egy német csoport, ugye látták, a magyarok mennek a fény után, mi megyünk a magyarok után, mert mi is kifizettük a belépőn. És a biztonsági őr meg ott állt középen, mint egy ilyen lánckörhintás, aki így firtatja a vendégeket, és mikor visszaértünk, itt tényleg így csatak leizzadva, ugye egy gyerek minden anyósot rohant körbe, és annyit mondott nekünk, én csak annyit szerettem volna kérni, hogy kövessék a fényt tekintetükkel. Utána voltunk nyaralni tengerparton, és hát feleségemnek elképzelései vannak a nyaralásról. Ez a legrosszabb, tehát amikor várakozásokkal megy bárhova az ember, azoknak nagyon nehéz megfelelni és ezekhez felnőni. Hát egy ilyen viszonylag szeles szigeten voltunk, és a feleségem mondta, hogy menjünk vízibiciklizni. Anyósommal, aki nem tanult megúszni, mert nem gyakran járt tengerpartra, a lányommal, aki szintén nem gyakran járt még tengerparton, és a feleségem, aki járt már tengerparton, és szeretne vízibiciklizni, én pedig nem tudok biciklizni, és vizet se annyira szeretem, de ő úgy érezte, hogy menjünk együtt, hiszen egy család vagyunk, egészen addig, amíg meg nem halunk mindnyájan a tengerben, mert utána... És így oda mentünk a vízibicikli kölcsönző csávóhoz, és így kérdeztük, hogy mennyi időre lehet vízibiciklit kölcsönözni, azt mondja, hogy 1 óra. Hát mondjuk, hogy 1 óra, az túl sok, azt mondja, kell annyi. És gyanútlanul beültünk a vízibiciklibe,
éppen apály volt, és a part felől fújt a szél. 5 percen belül 2 kilométer voltunk a tenger közepén, és utána 55 percen keresztül vízi bicikliztünk vissza. Utána a gyerek mondta, mivel csúszdás vízibicikli volt, hogy ő szeretne csúszdázni. Feleségem mondta, hogy csak akkor, ha leér a lábad. Gyerek 5 éves, a tengerben nem ér le a lába, nincs olyan szakasz. Ezért 55 perc után kiértünk a partra, és ott lecsúszott. Másik ilyen élményem volt szintén egy ilyen tengerparton. Az előzőtől körülbelül 50 kilométerre így fürdőzünk, és körben így elkezdett égni az erdő. A feleségem, ő a szkeptikusok körébe tartozik, éppen így elhúzott fölöttünk egy ilyen tűzoltó hidroplán. Mindenkinek megvan az a történet, amikor Horvátországban találtak a Pina erdőben, ami leégett egy búvárt. És ilyen óriási talány volt, hogy hogy került oda, hát így lement a hidroplán, ugye fölkapta a búvárt a vízből, és eloltotta vele az erdőt, ugye ez az a halál, amire nem készülsz föl, tehát, hogy megesz egy cápa a tengerre, jó, de hogy keresztül szúr egy fenyő, azért csúnya búvár halál minimum. És hát így szálltak a hidroplánok, minden. Fürödtünk, és a gumimartrac már pernyés volt, és így mondtam a feleségemnek, hogy hát szerintem menekülni kéne. Én próbálom mindig megőrizni a nyugalmamat, ő annyit mondott, hogy öcsik egy ilyen partról. És amikor érzékelte, hogy tényleg itt látszanak a lángok a háttérben, azt mondta, öcsike, vedd fel a fehér ingedet, mert ezzel a felső testtel nem fényképezlek le, és állj a tűz elé. Hogy legalább egy nyaralási emlékem van lángoló erdő előtt fehér ingben, mint egy ilyen őrült orosz gróf. És remélem, hogy az önök nyara, akik itt vannak, jól telik, és akik majd a rádióban hallgatják, azoknak pedig jól telt. Köszönöm a figyelmet. Kormos Anett következik, akinek magának is van 2 gyermeke. Ennek a mondatnak egyébként soha nincsen semmi értelme, hogy magának is van 2 gyermeke, hiszen egyes szám 3. személyben beszélek Kormos Anettről, tehát nem magának van 2 gyermeke, hanem Kormos Anettnek. Úgyhogy ennyire futatta a felkompban. Tehát ne várjunk sokan. Köszönöm szépen, de nem érdemeltem meg, tehát. Ezt én is éreztem. Mondjak másik felkonfot, van rá igény? Basszus, Kormos Anett következik, akinek 2 gyereke van. Ez már jobb nem lesz. Nekem csak 1 gyerekem van. És nem hívnak Anettnek. Ezért konferáltam én föl most őt, aki következik. Úgyhogy Kormos Anett a színpadon. Jó estét kívánok! Litkai Gergő mindig nagyon bőkezű velem, hogyha a dicséretekről van szó. Múltkori fellépésem előtt csak annyit mondott, hogy pörgessen fel, hogy a rendes humoristákra is maradjon idő. Ilyen főnököt kívánok ma este mindenkinek. 2 rajongó talált meg egyébként engem a szünetben. Hát az egyik Kis Ádámé volt. A másik is. Nem, a másik az tényleg engem keresett, és egy papír volt a kezében, meg egy toll, és így odafutott, hogy nagyon hasonlít az arra a csajra, aki láttam a tévében, ezt mondta, és mondtam, hogy hát igen, én vagyok. És azt mondta, jaj, elnézést, rendzés, és elment. Mostában már egyre többet készülök egyébként egy ilyen fellépésre, és nem csak azért, mert tisztulok, hanem más oka is vannak, tehát egyre több időt töltök ilyen a fürdőszobában, és nem csak azért, mert ott van a WC,
Mondjuk ez sem utolsó szempont, hanem hát egyre több sminkem most már nekem ahhoz, hogy fiatalnak tűnjek, és egyre több borotvalba ahhoz, hogy nőnek. És hát a múltkor egy ilyen készülés után előjöttem, és tényleg úgy gondoltam, hogy most tényleg úgy nézek ki, ahogy ki kell nézni ebbe a korba, ezzel az arccal, ezzel az alkattal, és kérdeztem a férjemtől, hogy ugye csinos vagyok. Azt mondta, hogy nem akarok hazudni. Hát én fodrásosra nagyon szoktam járni, és a lelkes közönség az, amikor látom, igen, elhangzott valaki itt is hozzátette ezt. Ennek egyébként nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy engem gyerekkoromban mindig anyám hordott fodrászhoz, és mindig az akkori divat szerint vágták a hajamat, úgyhogy nekem hát egy jó 5 évig volt Beatles frizurám. És mikor a fodrász készült, mindig megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy helyes arcú kisfiú vagy. Férnél vagyok, és van két gyerekünk is, de múltkor eszembe jutott az, amikor én hazavittem a férjemet, hogy őt hogy fogadta a család. Tehát onnan tudtam, hogy anyám és apám nem teljesen értenek egyet a választásommal, hogy apám a fülembe súgta azt a mondatot, hogy gondolkodtál már azon, hogy leszbikus leszel? Tehát én egy nagyon zárkozott családból származom, és tehát nem soha nem aludhatott se barát, se barátnő, senki, és anyám pedig azt kérdezte, amikor először hazavittem az embert, és bemutattam, hogy és akkor ő most itt is fog aludni? Hát mondom, remélem. És majd meg is fürdik előtte? Bele fog ülni a kádba? Azt hiszed, hogy ez az alja, de nem? A fenekével? Mondják, hogy mindig, hogy az okosnő az olyan férfit választ mindig, aki két szeretkezés között meg tudja nevettetni, és hát ehhez az én férjemnek a házasság első éveiben még elég sok poénnal kellett rendelkezni, már elég, ha 4-6 hetente elsőt egy viccet, és... És hát, mint mondtam, van nekünk két gyerekünk, és meggyőződésem, hogy a gyerekeink arra törekszenek, hogy életük első pár évében megbosszulják azt, hogy ők létrejöttek. Múltkor a nagyobbikkal ültem a gyerekorvosnál, és velünk szemben ült egy anya, aki simogatta a gyerekének a fejét, és az első 4 órában egész nyugodtan el volt ott a lányom, tehát a kis láz kipirosította az arcát, és úgy csöndben volt, tehát egész megszoktam ezt az állapotot. És hát egy 4 óra múlva szólalt csak meg, és kérdezte, hogy mit csinál az a nő a lányával. Hát, akinek gyerekem azt tudja, hogy egy olyan 44 szempár tapadt rám, és azt hittem, hogy ennél már nincs rosszabb, mondtam neki, hogy hát simogatja. De miért? Kicsit van csak ennél lejjebb, hogy hallottam útkor a szobában, hogy vitatkozik a két lányom, egyik mondja a másiknak, hogy én etetem meg a halakat, mire az? Nem, én etetem meg a halakat. Én etetem meg a halakat. Én etetem meg a halakat. Hát mondom, anya, bemegy most már rendet csinál, mondtam, hogy hát ne vitatkozzatok, előbb majd megeteti az egyik halakat, utána meg majd a másik. Hát abba bele sem mentem, hogy nincsenek halaink, tehát... Rábeszéltem viszont a férjemet, hogy szerezzünk be egy kutyát, hát 55 négyzetméteren lakunk, úgyhogy ez nem lehetett egy nagy testű kutya. Mondtam, hogy egy olyat szerezzünk, ami ez a se nem kutya, se nem növény, hanem ez a... Hát egy ilyen picit dúsabb szőrzettel rendelkező patkány, úgyhogy... Nem még egy férj, hanem... Szóval egy Yorkie, mert... Otthon nyalizok. Szóval egy Yorkie mellett döntöttünk, és hát ez egy elég drága kutyafajta, de találtam egy ilyen akciós Yorkie-t, amire az volt kírva, hogy ez egy színhibás Yorkie. Hát mondom, nekünk megfelel, a szőrét úgy se akarjuk kirakni a falra. És a férjem hozta haza ezt a Yorkie-t, úgy gondolta, hogy egy becipzározott utazó táska a megfelelő szállító eszköz egy ilyen kutyának, és mikor letette az asztalra, és kicipzározta, és hát kidugta a fejét egy ilyen Bernie Pastor német juhász keverék. Hát ő mérethibás volt inkább, mint színhibás. Mondtam a gyerekeknek, hogy mindegy, hát megszereztük, hát kereszteljük el a kutyát, és hát az egyikük mondta, hogy szerinte legyen Kitty, a másik meg azt mondta, hogy legyen Répa. Hát mondom, hogy nem akarom egyértelműen eldönteni ezt a vitát, de teljesen kizárt, hogy én a játszótérre répázzak, és azt kiáltsam, hogy répa lábhoz, répa ül, tehát, hogy ez itt teljesen kizárt, hogy Kitty lett a kutya, és hát mi úgy vettük őt, hogy ő egy szobatiszta jószág, de hát nagyon hamar kiderült, hogy azoknak a szobája már tiszta, ahonnan mi őt elhoztuk.
És hát vettem egy bizonyos helyhez szoktató sprét, nem tudom, találkozott-e már valaki ezzel. Az a lényeg, az van ráírva, hogy azt a területet kell vele befújni, ahol szeretnénk, hogy piszkítson az ebb. Hát én két területet fújtam be, az egyik a WC, a másik a kutyának a feneke, tehát... Gondoltam, hogy ha a WC-be nem sikerül, akkor inkább maradjon bent. Hát nem maradt, úgyhogy mondtam a gyereknek, hogy sajnos el kell búcsúzni Kittitől. Kerestünk is neki egy új gazdát, mondtam a gyereknek, búcsúzzatok el, ők mondták, hogy hello Kitty. És hát végül arról, hogy én nagyon-nagyon feledékeny vagyok, hát nagyon sok esetben ez megmutatkozik. Például 6 éve lakunk egy társasházban, és itt egy ilyen 4 együtt kapukóddal kell bejutni. Na most, hát én telefonos segítség nélkül még nem jutok be. És hát ilyenkor mindig a férjemet szoktam felhívni, aki nagyon rendes, mert mindig bediktálja a számokat, hogyha jóban vagyunk. Nem gonosz vagy, mert hogyha rosszban egyébként akkor is, csak a helyes sorrendet bízolj akkor rám. És hát a múltkor a Művészetek Palota előtt parkoltam, ahol kaptam egy ilyen kis aranyszínű érmét, és azt mondták, hogy majd azzal lehet kijönni. Ha elveszíted az érmét, akkor azt hiszem, hogy 3000 forintot kell fizetni, és én gondoltam, hogy el ne veszítsem az érmét, én majd nagyon ügyesen, amíg elintézem, amit kell, a markomban tartom. Tehát, mint a leghülyébbek, tényleg. És tényleg fél órát megcsináltam, amit meg kell, és mentem vissza a kocsimhoz, gondoltam, hogy a markomban van az érme, éreztem is, hogy a markomban van az érme, és hogy kinyitottam, hát nem volt benne. Tehát úgy tüntettem el, mint David Copperfield fénykorában, tényleg. És azon gondolkodtam, hogy hol álltam meg, és hát csak arra emlékeztem, hogy egy ilyen narancssárga szemetesnél, ami rá van csomózva a villanyoszlopon, itt megálltam, kidobtam egy papírzsepit. Hát mondom, 3000 forint, sok, sötétedik, kiguberálom. És könnyékig turkáltam ebbe a bizonyos kukába, de tényleg erősen az összes létező papírzsepit kivettem, ami csak volt, nagyon hamar rájöttem, hogy nem mind arany, ami fénylik. Amikor megkopogtatta a vállamat egy fiatal és nagyon helyes lány, és kezébe volt azért, mondta, hogy ez nem a tiéd. Hát mondom, te tényleg édes vagy, mert minden, és az enyém is köszönöm, és tényleg nagyon hálás is voltam, és akkor úgy furcsa nézetem, és mondta, hogy nagyon ismerős vagy, nem te vagy ez a csaj a tévéből. És jól megy? Hát mondom, szerinted... Köszönöm. A műsor előtt kérdezősködtem, hogy ki nyaral esetleg errefelé, hát sokan jelentkeztek, de nem úgy tűntek, mint nyaralók 4 pulóverben. Brutival, Hatházi Lászlóval azon gondolkoztunk, hogy milyen lehet 2 tényleg elvakult strandoló, aki ilyen 10 fokos időben is bemegy a vízbe. A Didergők című jelenetet előadja Hatházi László és Janklovics Péter. Parancsol! Semmi, csak jól esik ez az 5 fokos víz. Jót tesz a reumának, ugye? Ja, szépen fejlődik tőle. Minden út reumába vezet. Én is nagyon bírom a hideget. Jézusom, ember magának már nagyon lila a szája. Hogy lenne már lila? Nézze meg, itt úszik mellettem. Ó, az csak egy jégkocka. Ja. Csak átjöttünk ide, mert fűzfőn másodfokú hóviharjelzés volt. Itt is kicsit zavaróak a farkasok. Gyerek eléggé fél tőlük, de csak élelemért támadnak, mert félnek a gumimatractól. Hú, ez még neoprénen keresztül is csípjük. Hú, én már nem érzem. Onnantól jó. Azt hiszem, letört a kislábúja. Ha nem bírja, miért nem megy ki a vízből? Nem lehet. 3 éve gyűjtök, hogy eljöhessünk a Balatonra. Most már végig csinálom, akkor is, ha itt döglök meg. Hát, pedig úgy tűnik, hogy itt fog. Tudja, az a szép a fagyhalálba, hogy tartást ad. Ha lehet, én hattyú alakúra fagynék a gyerekek miatt.
Jó, hogy vannak gyerekei, mert ezután már csak hóembert tudna csinálni. Nem tudnék. Nincs répa. Elbújt. Apropó fagyhalál. Ennek is megvannak az előnyei. Tegnap találtak egy 3 napos vízi hullát, de le volt hibernálódva, úgyhogy újra tudták éleszteni. Csak előtte meg kellett mikrózni. Csing! Jó napot kívánok! Ú, de szédülök! Ez volt az első szava. Vannak még csodák, jó. Jó ez a strandolás. Nem izzadok meg a vízben. Nem kell tologatni az asszonyt a matracon. Odafagyott a stégre. Legalább könnyű megtalálni. Az enyém állandóan elkolbászol. Kérjen iglókapitány, ha a rudacskát. Friss? 4 napja nem enged fel. A gyerekek ezzel úsznak. Jégkrémet esetleg parancsol? Milyen? Nivea. Kóstolja meg, -20-ig jó. Utána már kicsit szarabb. Nem kérek, köszönöm. Most ropogtattam el egy kávét. Azért van itt élet így is. Tegnap volt sílövészet. Tudja, milyen rohadt néz eltalálni egy szörföst. Bizony. Mi meg tegnap voltunk vízibiciklizni. Majd beszartam, amíg átcipeltük egyik légtől a másikig. Közben jöttek nekünk a fakutyák, síjelők, prémvadászok. Magának leér a lába? Nem tudom, zokniban vagyok. Meg szélesebb a vállam a léknél. Hát igen, jó ez a légfürdőzés. Ja, nem hiába hívják úgy a külföldiek, hogy Lég-Balaton. De legalább így nem megyünk beljebb a bójánál, ugye? Igen. Este lesz nálunk curling a gyerekmedencében. Nem érünk rá, de milyen koncertre megyünk. Énekli a jégszívet. Milyen hangja van még mindig? Ja, olyan jó, meleg. Á, nekem 4 koronát kellett kicserélnem a didergéstől. Kockásra fáztam a hasam. Ja, jégkockást, mi? Jó. De képzelje, tegnap az egyik butikban nutriaszőr tangák érkeztek. Az mondjuk nekem is jól jönne. Az előbb a parton már jégcsapot húgyoztam. Az biztos fáj. A fenét. Csak a végén, amikor letörtem. Hop-hop. Nézze csak, milyen szép kis pingvin. Pingvin? Mit keres itt egy pingvin? A Marina Hotel pincérei. Hidegebb időben lehúzódnak a Balatonhoz. Máha nem riasztják el őket a medvék. Milyen medvék? Jeges medvék. Karcsúsítás volt a veszprémi állatkertben, és az utcára tették őket. A sokba voltak. Mondjuk nem volt túl jó ötlet, mert a múlt héten megették a lángosos Lalit. Hogy, ne csinálja már. A medve benézett az ablakon, Lali meg kiszólt neki, hogy egy vendégéről nem fogja begyújtani a gázt. Ó, és mi történt? Hát a medve nem sajtos tejfölössér jött. Medvéről jut eszembe, hova lett a családja? Egy darabig próbáltuk felverni a túlélő sátrat a parton, aztán találtunk egy elhagyott lángosos bódét. Ott meghúzták magukat, amíg én fürdök, jaj. Maguk aztán nem nyápic fajták. Nem bizony. Ha, csak kicsit fázunk, de mielőtt elindultunk, végignézettem velük a Discovery összes túlélő sorozatát. Ez a Bear Grylls a kedvencünk. A múltkor sziklamászás közben éjjel, minuszos falon beöntést adott saját magának. Közben a farkával hesegette a moszkitókat.
csodálatos ember. Ki az ott síléccel? Síléc? Ja, a Nick Carpi. A heréjével húzz el a tihanyi kompot. Meg, ha jól látom, a mólót is. Azért előtte eloldozhatták volna. Á, mindent a sóért. Na jó van, én megyek. Illetve ja, maga is körbe fagyott. Ha azt a francba, elbeszélgettük az időt. Most akkor mit csináljunk? Hát énekeljünk egy kis Demjén Ferencet. Jégből a jó, talán fölön sem olvadó. Mostantól rövid felkonfokkal dolgozom. Bács Miklós következik. Ez tényleg rövid volt, köszönöm szépen, Bács Miklós vagyok, sziasztok. Na, tehát arról van szó, hogy felgyorsult a világ, és engem így sok minden így egyre jobban irritál, ahogy így öregszem. Mondta anyám, hogy ilyen fejjel ne legyek türelmetlen, de... mert annak büntető ügy lesz a vége. De hát mit csinálják, rám is hatnak ezek a dolgok. Például van egy ilyen dolog, hogy hát IKEA áruház, ezt nem tudom hányan ismerjük, de hát elég sokan. Nők ezt szeretik, tehát nők szeretnek IKEA áruházba járni, nem tudják, hogy a férfiaknak ez teljesen más, mert hát ugye ott minden lapra van szerelve, haza kell vinni, összeszerelni, tehát a nő bútoráruházba megy, a férfi meg gyárlátogatásra. És ugye ott minden, ahogy mondtam, lapra van szerelve, és mindent neked kell összerakni, és én egy kávét nem merek kérni, mert azt mondják, hogy itt egy bozótvágó, ott a cserje, szedjél magadnak. Vagy a másik, ami bosszant egyébként, hogy hát mindig letegezik az embert, hát ezt is azért meg kell szokni, de ami a legbosszantóbb az az, hogy minden bútornak olyan neve van, mint egy náci háborús bűnösnek. Tehát ilyen Hindenbunden, Oberstufführer, konyhasor. Úgy gondoltam, hogy egyszerűsítem a dolgot, kinézzem a katalógusba, hogy mi kell nekem, és elmondom, hogy mit akarok, megveszem, hazaviszem, kész. Két dolgot szerettem volna venni, egy trömzó lámpát és egy Fjöntoff térelválasztót. Ezt annyira megtanultam, még most is tudom. És így a kocsiba kifelé memorizáltam, Fjöntoff, trömzó, Fjöntoff, trömzó. Oda mentem a legelső eladóhoz, mondom, szervusz, szeretnék venni egy trömzó lámpát. Azt mondja, nincs. Hát mondom, legalább nézd meg a gépbe. Nincs. Jó, hát figyelj, mondjuk a katalógusban volt, de mindegy, akkor hagyjuk. Van-e esetleg Fjöntoff térelválasztó? Nincs. Hát de várjál, várjál. És így elkezdte így a gépbe így kattingatni. Nincs. Na hát akkor így leszállt a vörösköd az agyamra, mondom, hagyjad, figyelj ide. Van-e esetleg neked Goebbels típusú szőnyeged? Goebbels, ez ismerős. És így elkezdi keresni a gépbe. Nézi, nézi. Katalógusban volt? Volt. Szóval melyikbe? Hát mondom a 42-esbe. 1900. Csávó iszonyúan keresi, már izzad. Hát mondom, megkigyelmezem, figyelj, de hagyd a francba. Van-e esetleg Anschluss típusú gyereketetőszék? De az eset ekkor vált szürreálisra, mert átmögöttem egy nő, aki azt mondja, hogy ő is Anschluss típusú gyereketetőszéket keres. Úgyhogy ott hagytam őket, mondom, örüljetek egymásnak. És ha már így az idegesítő dolgok, van egy ilyen nagyon jó szokás, hát ez ilyen világjelenség, de hát mi magyarok ebben is különösen jók vagyunk, ez a sorban állás. Vannak ilyen alfajok, hát például kedvencem az, ahol ilyen sorszámhúzás van. Na, ott már a sorszámautomatán van a sor. Másik kedvencem, ahol már ilyen érintőképernyős sorszámot lehet húzni, tehát érintőképernyő adja ki a sorszámot. Hát van az a típus, aki így játszik vele, tehát mindenhova húz sorszámot. Mindenhova húz sorszámot, mert befizeti a lakáshitelét, meg felvesz egy másikat.
És meg tudom érteni azt a férfit, aki egy bankban állt egy ilyen érintőképernyős sorszámautomata előtt, és azt üvöltött, hogy én csak pénzt akarok, rohadj meg! De tényleg, tehát... És ha már így a sorbanállásnál tartunk, van egy nagyon speciális típus, amikor az ember bemegy egy gyors étterembe, és kiválasztja azt a legszimpatikusabb sort, ahol ő úgy gondolja, hogy a leghamarabb fog sorra kerülni. Egy férfi áll a pultnál, őt már éppen kiszolgálják, fizet, mögötte egy fiatal, látszólag egyedülálló nő. Hát mondom, a férfi mindjárt megy, a nő meg úgyis csak egy light kólát vesz, és ő is aztán éljövök. Férfi el, nő odaér a pulthoz, és ekkor felkiált, hogy gyerekek! És a gyors étterem legtávolabbi és legedugottabb pontjaiból, mint csótányok a villanyoltás után. Annyi gyerek rohan elő, amennyit utoljára a Twist Oliverben láttam. És akkor elkezdődik egy ilyen különös műsor, hogy anyuka így próbál a gyerekektől így rendelést fölvenni. Lacika, mit kérsz? Mit? Happy menü? Happy Meal menü? Igen, az lesz, Happy Meal lesz. Zoli, gyere ide, gyere. Happy Meal lesz. Ja, van benne játék. Én meg azon gondolkodom, hogy van-e benne olyan játék, amit az agyamba szúrhatok. És a gyerekek csak jönnek. És a nő a végén már fölkért, hogy én már nem is a saját gyerekeimet etetem. Köszönöm szépen, ennyi lettem volna ma estére. Ki jött a legtávolabbról, ezt mindig meg szoktam kérdezni, ami nagyon nehéz, mert többiek nem tudják, honnan jöttek a többiek. Ki állítja azt vakmerően, hogy ő jött a legmesszebbről? Hanoi. Nyert. Egy másik galaxisból érkezett az úr. Pataki Attilát kísérte el. De... Én budapesti vagyok, nekem nem volt még vidéki nagymamám se, tehát mind a két nagymamám ugyanabban az utcában lakott, ahol én. Tehát nyári szünidő 18-ból átmentem az 51-be. Nagyon király volt. És hát vannak itt budaiak? Egyébként, akik Budán élnek, látszik, tehát, hogy megengedhetik maguknak, hogy lejöjjenek ide, érted? Ott ilyen burzsúlyok laknak Budán, én Pesten lakom, tehát... Pestet csak azért építették, hogy a budaiaknak legyen panoráma. Tehát legyen valamit nézegetni így a teraszról, hogy... Mossák a Mercedes-t, akkor így a kerítés alatt átcsurok hozzánk a GDP. Tehát ez jut nekünk így pestieknek. Nekem így a vérem 20% a galambszar, tehát ez... De én mondjuk bizonyos szempontból örülök, hogy pesti vagyok, mert Budán nagyon veszélyes lakni, mert így kigurul a gyereknek a labdája, és ütik el a hibrid Lexusok, mert nem is hallja, hogy jönne. Nálunk a Ladát meg a Babettát azért meghallja egy 400 méterről. Amelyik házban lakom, ott van egy pizzéria, ők nem is szórólapoznak, annyira büdöset főznek, úgyhogy... És vannak már ilyen érzékenyebb ügyfelek, és megkérik a motoros futárokat, hogy két sarokkal hallébb álljanak le, és onnan gyalogozzák a pizzát, mert olyan hanghatással járnak, hogy hihetetlen. És egyszer jött velem szembe egy pizzafutár az egyirányú utcába középen. Én jöttem kocsival, ő jött az egyirányú utcába szembe, és így megálltunk egymással szemben. Kiszálltam, hogy most ilyenkor mi van, erre csak annyit mondott, sajtos. Következő fellépőnk, Fráger Balázs megkérdezte, hogy baj-e, ha pulóverben lép föl. Azt mondtam, ha utánam jön, nem fog feltűnni senkinek. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel Fráger Balást. Üdvözlöm Önöket, és hát külön üdvözlöm amerikai rokonaimat itt a nézők között. Nagyon kedvelem őket, csak azt nem értem, hogy 20 évvel a rendszerváltás után miért hoznak nekem még mindig földi mogyorót, rágógumit, meg képregényeket. Picit alul vannak informálva. Kérdezték tőlem, hogy
Te Balázs, van itten egyáltalán internet? Tudom, hogy persze van. Minden második pénteken. Délután 2 és 4 között, ha nem esik az eső. Te Balázs, és itt tényleg akkora a krízis, hogy az emberek esznek galambot? Persze, hát nagyon könnyű beszerezni. Van a macskakövön taxisgázolt, padláson gásprével lefújt, meg ezt lehet szüretelni, kimegy az ember a Blahára, lő egyet a sörétessel, és utána ezzel a hosszú nyelű teniszlabdagyűjtő kosárkával be tudja takarítani a termést. Ezt a rokonomat Tibinek hívják. Tibi egyébként egy bajszos ember. Csak azért hozom szóba, mert legutóbb kértem a közönséget, hogy tegye föl a kezét, aki bajszos. Hát 3 hölgy jelentkezett ott a hátsó sorokban. És itt az első sorban így arcát eltakarva lapított egy bajszos ember, alulról fölfele nézett, aljasul, mint egy megye 3-as csatár 11-es rugás előtt. És ráerősített arra a teóriámra, hogy a bajuszos emberek alapvetően sunyik. Hát mire jó a bajusz? Eleve ronda, a nőket zavarja akció közben fent is, lent is, beleragad a tejbegríz, az aszpika hideg sonkatekercsről, a fészekdarás peték rendszeres kifüstöléséről nem is beszélek. A bajuszos emberek azért sunyik, mert a bajusz simítás az egy ilyen etikett szempontból legitim mozdulatsor. Ez lehet bárhol. Hittanórán, planetáriumban, szárnyas hajóúton, Bécs felé. Gyakorlatilag ezt kihasználva, ők így ilyen villásdugószerűen így elkalandoznak az orrukba, és ott egy picit így kirándulok, amit nekünk bajusztalanoknak nem lehet. Volt egy mentorom, Teó bácsi, is egy bajszos ember, egy ilyen old school figura, tudják, aki föntről lefele gyújtotta a gyufát, Nelsonba rakta a kenyeret, és maga felé húzva a kést vágta a szelete. És ő még ilyen tisztességesen, büszkén kívülről rakta helyre a csomagot a lába között. Nem olyan sunyin, mint manapság a bankigazgatók, így a gyapjú öltön a drágon keresztül, alamus szín belülről így pöcögtetne. Nagyon bölcs volt, ő mondta mindig, hogy öcsike, figyelj ide. Tényleg, másnaposan csak bort igyámra bölcsek megmondták, hogy in vino caritas. Öcsike, nem mindegy, hol feszülnek a gombok, a melleden, a hasadon vagy a slitszeden. És nagyon vigyázz, mert bolond lyukba bolond kéz nyúl. Igazából a legfontosabb üzenete számomra az volt, hogy járjak fürdőbe, mindenki, hogy öcsike, járjál fürdőbe, ott ismerkedjél, ne farsangom, mert meg bármi lehet a jelmez alatt. Biztosra akkor mész, ha nudista kempingben van reggel közös gimnasztika. Hát legutóbb egy hölgyet valószínűleg megbántottam, a redikűjével készült így megdobni, aztán relativizáltam a bűnöt, mondtam, hogy hölgyem, tudom, hogy ez nem volt elegáns. De mi ez ahhoz képest, mintha valaki fingik egy óriási, egy passzív házban? 2 évig tart, mire kiszellőzik. Nem túl logikus gondolat, de meggyőztem. Elegancia és logika fogalmikor vonatkozásában el szoktam mondani, hogy hát egy tejfakasztóra prostituáltakat vinni logikus, de nem elegáns. Amíg egy legény búcsúra hívni egy vonós 4-es lehet elegáns, de nem túlságosan logikus. Változnak az idők, apróságokban lehet ezt észrevenni. Itt vannak például a kidobó emberek. 20 évvel ezelőtt a részeg fiatalokat jól elverték. Másnap ébredtünk otthon, mint az elefánt ember, így agyonverve. Manapság meg így kifestik a fiatalokat. Aztán kiteszik őket az utcára. Nem tudom, mi a jobb, otthon elefánt emberként, vagy a Dohány utcában, a zsinagógával szemben egy padon Adolf Hitlernek kimaszkírozva ébredni. Úgyhogy egy izraeli turista csoport videóz, és fél óra múlva fönn vagyok a YouTube-on.
fiatalok, van egy 20 éves keresztfiam, nagyon sok mindenre kell koncentrálniuk, szoktam neki segíteni, és elmondom, hogy fiacskám, a lime-kort nem a zöld citrom terjeszti. Illényi Katica nem egy emelés az ultiban. Polc Ellen nem egy IKEA bútor. És hát Böhm bácsi soha nem mondta Vágási Ferének a kukatárolónál, hogy bifidus acti regularis. Nagyon durva dolgokat fogok most mondani, de sajnos szükséges. Hamvasztás, akasztás, lakógyűlés, családi születésnap. E fölött már csak egy van, a vendégség. Nem tudom, önök járnak-e vendégségbe, nekem elég sokat kell. Itt nagyon sokféle van. Önök nem tudom, jártak-e már tukmálóéknál. Hát az ajtóban már egy ilyen sörös korsóban van a viszki. Leülünk az asztalhoz, és mint egy ilyen csöndes gyilkos. Egyél még, egyél. Egyet. Ízlik, látom. Nem ízlik, nem baj, teszek még egy kicsit. Majd lefognak, és ilyen seprűnyéllel nyomják le a töltött paprikát a torkomon. És indulás előtt, vigyetek, vigyetek mindent. Mindent vigyetek. És mire kiérsz, az autóra föl van gumipókozva két húsos láda, egy vaddisznó meg egy veteményes kert. Én jártam steriléknél, kinyitják az ajtót, és így beleszagul a leheletedbe. És látod a szemén, hogy egy ilyen kis falapocskával megnézni a torkodat, vért venne tőled, hogy minden rendben van-e. És bent az előszobában lehet hallani, hogy minden lábnyomodat fertőtleníti. Na most ők általában elég precízek is, tehát két hétre előre meg kell mondani, hogy hány húst fogsz enni, pontosan, és minden menetidőre megy. Ha lassulsz, akkor fújják helyetted a levest, fölkockázzák a húst, és a somlóinak a habját egyenesen a szádba nyomják. Vannak még ezek a piknik vendéglátók, amikor hát nem annak indul, de beülsz a kocsiba és kapsz egy telefont, hogy hát ha nem probléma, akkor hozatok már légy szíves egy tejfölt, két tojást, 20 g kurkumát, egy élő polipot, meg a kispesti, kikába menjetek már el, mert ott van 10 négyzetméter laminát parketta félretéve, és hát a nagymamának vigyetek be két zacskó tenalédit a rapid alkony öregek otthonába. A legkülönlegesebbek számomra szőrhullatóék. Hát ez egy ilyen szarugazdag család. Egy ilyen Zizi Top Kont Zsuzsa házaspár. És hát ráadásul van két vizslájuk. A fotel olyan, mint egy üveggyapottal megszórt szöges ágy. És hát amikor elkezdtem enni, mogyorós csirkét készítettek, így a közepén tartottam, éreztem, hogy valami itt megakadt a szám szélén, ami hát szálka valószínűleg nem lehet, mert csirkéről beszélünk, így maradt az, hogy Zizi Top pucolta a mogyorót, és hát elkövettem azt a hibát, hogy meghúztam ezt a kábelt, mert a másik vége a vakbelemnél volt, és hát innentől kezdve, mint egy ilyen kínai sejemhányó bűvész, vissza lehetett húzni a teljes menüsort. És hát az emberhez jönnek is vendégek, kedvenc személyek, spúrék, úgy hívom őket, Herr Spúr és Frau Spúr. A kis spúrokat nem hozták, mert négy embernél többet fogyaszt az autó. Herr Spúrtól kaptam egy 2011-es, másfél puttonyos száraz tokai aszút. Ami nem tudom, hogy hány kézen közön jár, így a fény felé tartva láttam ráírva, éj soká, vén majom. Önök is éljenek soká, köszönöm szépen. Egyre elterjedtebb foglalkozássá válik a dubajozás. Ugye a dubajozás olyan, mint a gíros sütő, csak mást pörgetnek a nyáson. K-
Kertész Ricsi és Kovács András Péter állítólag Dubajban című jelenetét előadja Aradi Tibor és Murányi Tünde. Hello, Pamela! Mi van veled? Te rég nem láttalak a droszton. Szögre akasztottad a tangát? Nem, csak voltam egy kis itt-ott, értem. Jaj, de izgi! Na, és merre? Hát úgy érted, úgy sok felé. Ajánlottak egy garantáltan szexmentes munkát. Aha. De csak a munka volt garantált. Te, hát csak nem dubajoztál. Végül is igen. De előtte még el kellett mennünk ide-oda. Hogy? Mert elnéztem a reptéren a feliratot. Ja. És egy kis dublinozás lett belőle. Hát ez cuki, és az nehezebb munka. Há, nem, mert amikor leszálltam a gépről, úgy eltátottam a szájam, hogy rögtön lett két kuncsa. Hát ez cuki, és aztán eljutottatok Dubajba? Igen, de előtte még kellett egy kicsit Abu Dhabizni. Értem. Megegyenlítői gineázni. Értem. Ketten voltunk. Meg kellett még Burkina faszozni. Értem. Meg grönlandozni. Ó, de cuki. Oda nem kell lepilálni, tudtad? Nem mondod. És végül is akkor hogy jutottatok el Dubajba? Szinte véletlenül. Kaptunk segítséget. Igen, kitől? A közel-keleti Györgyitől. Értem. Na az aztán tudja a módját, hogy hogyan kell dubajozni, érted? Tényleg, mert tudja, hogy melyik gépre kell felszállni. Nem, elmagyarázta, hogy az a lényeg, hogy kimész, megdugnak, az hazajössz. Csak a sorrendre kell vigyázni. Mert ő úgy járt, hogy kiment, hazajött és megcseszték. Aha, értem. És milyen Dubaj? Tényleg vannak sejkek? Állítólag csak az van. Volt nekem is egy 86 éves. Jó. Igazi ős sejk ráültetés volt. Jó. Jó, hát azért biztosan jól fizetnek. Te figyelj csak, figyelj. Az igaz, hogy ott annyi a benzin a földben, hogyha valaki 10 liternél többet tankol, akkor kap egy benzinkutat. Ott? Aha. Na. Egy magára valamit is adó sejk nem használja kétszer ugyanazt a bankkártyát. Kicsit, jó? Aha. Sőt, az igazi menők ATM-mel fizetnek. És figyelj, az igaz, hogy van olyan gazdag sejk, akinek a jachtján nem helikopter leszálló van, hanem repülőtér? Állítólag. Jó, de cuki. És nagyon szeretik a szép dolgokat. A Bódi Szilvit megcsinálták halkocsonyából.
cuki. És olyat is hallottam, hogy egy öreg sejknek több száz aranyfogsora volt. És úgy szocizás közben, hogy kiköpte. Azoknak semmi se drága. Mindent megépítenek maguknak. Ha kell nekik a ház hátához egy Las Vegas, utcu neki, jó? Rögtön ott van. Van nekik saját Eiffel-tornyuk. Bocsika. Sőt, én láttam a Máté Szalkai Szekérmúzeumot is. Hát ezt nem mondod. Hát ez fantasztikus és szép volt. Az ám csillogott, villogott. És az igaz, hogy ott van a világ két legmagasabb épülete? Igen, egymás tetején. De hát ez tényleg nagyon cuki, és tényleg olyan szépek az autók, mint a tévében. Ja, van olyan hosszú limuzin, igen? Hogy Líbiában van vége. Állítólag Dubáj a Közel-Kelet Szentendréje. Figyelj, és végül is mi volt ott a munkád? Hát figyú, az első héten napi 5000 euróért kellett úszkálni egy medencében. A második héten pedig ugyanazt a medencét takarítottam 300-ért, na? Hát ez tényleg nagyon cuki, és voltak még ott magyar lányok? Bizony, és tudod, honnan lehet őket megismerni? Honnan? Úgy köszönnek, hogy szia. Hát, és te figyelj, hírességgel is találkoztál. Igen, a Vásári Andréval. És figyelj, mit csinált az ott? Nappal műezin volt. Igen. Este meg eunuch. De jövőre állítólag itt lesz a Miss World Hungary is, hogy ne kelljen hazautazniuk az indulóknak. Hát figyú, hát erre a dubajozásra születni kell. Á, dehogy is! Bárki meg tudja tanulni. Nem, de... Én modellekkel voltam, akik olyan buták voltak, azt se tudták, mi az a bulimia. Mindig evés előtt hánytak. Jaj. Meg van OK és képzés is. Igen. És ez nagyon-nagyon nehéz. Eléggé. Ajaj. El kell tölteni 2 hetet a Millenáris Parkban, a homokozóban, utána hurutos férfiakkal kell szexelni. Figyelj, Pamela, szerinted engem is felvennének oda? Van már szakmai tapasztalatom, van mindenféle szaktudásom, és kerepeseztem, meg kökiztem is 4 évet. Hát akkor biztos, most szerveznek Dubajba kuvikolni egy brigádot. Hát nem mondod, és az milyen? Kimennek, és csak forgatják a szemüket, hogy... Hú, mennyit kerestem! Kedves hallgatóink, a Kabaré Klub Nagyvázsonyi bemutatójának második részét közvetítettük. Összeállította és konferált Litkai Gergely. Munkatársak Bodnár Ákos, Bognár István, Boros Mária, Jacina Edit, Mayer Viktor. A felvétel Kerekes Endre készítette. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter.